Üdvözlök mindenkit, én Fórum 12 vagyok, ez pedig a GTA San Andreas mitoszok és legendáknak a első évadának a harmadik része, amiben a serial killerrel, azaz a sorozatgyilkossal fogok foglalkozni. Az egész történet, az egész mitosz úgy terjedt el, hogy van egy sorozatgyilkos, aki sok helyen bujkál. Például nézzük meg három helyet. Fort Carsonban szokott bujkálni néhány videóban. Megcsinálták. A második helyszín a Tierra Robada, ahol van a háza talán. A Bon County, jó, négy helyszínt nézzük meg. Bon County nézzük meg, ahol van egy gejzír. Megnézzük Lil Propenhin nevű helyszínt. És megnézzük a El Castillo de Diablo-t, azaz a lyukat fogjuk megnézni. Úgyhogy menjünk is az első helyszínre. Na itt is vagyok, és akkor menjünk el Fort Carsonba. A sörtönybe. Na az más. Menjünk is el Fort Carsonba, de előtte bejelölöm a térképen. Pont reggel van. De ezt a nyomozás nem fogja úgy befolyásolni. Meg is érkeztünk Fort Carsonba. Ja, még hogy rátámad a playerre, meg ilyenekre. Hát akkor keressük is meg a sorozatgyilkost. Itt is vagyunk Fort Carsonban. Aha, és nézzük meg, hogy rátámad-e a playerre. Nézd már! Anyád! Gyere vissza! Mocskos. Na, hát akkor ez igaz. Menj innen. Hát úgy néz ki, hogy az első helyszínben megtaláltuk a sorozatgyilkost, és hát az egyiket. Úgyhogy menjünk is el a második helyszínre, Tierra Robadához. Na hát akkor meg is érkeztünk. Na. Elvileg... Tigorás. Ez a háza elvileg a sorozatgyilkosnak. És itt egy garázs. Egyébként igen, ez is egy gépezet. Most a vészpuskám éppen van. És tényleg lehet látni, de ezt komolyan mondom, hogy lehet látni, hogy ez tényleg vérfoltok száradt volna erre a gépezetre. És hombantjuk szépen. Nagyon jobb fegyverrel. És robbant, és fel is gyúlad. Elvileg, hogyha lövöldözöl, akkor ki tud jönni. Már szerintem ez nem
Tudjuk, na mindegy. És hát itt nincs emberöget az ablakai. Hát itt csak akkor szokott itthon lenni, hogyha van egy Bobcat. Nos, miért is mondják ezt? Akkor tekintsük meg a harmadik helyszínt. Na, akkor meg is itt vagyunk El Castillo de Diablo-ban. Esni is fog. Na. Na. Itt, na. Itt, ebben a lyukban vannak a sorozatgyilkosnak a áldozat... Várjátok jobban. Fejében nem a fényesít. Szóval ez a... Elvileg ezeknek a hullazsákok, talán bel is lehet ide, fel is lehet gyújtani őket. Na gyújt csak is fel. Ja, nem, nincsen nálam. Ja, de van táskás töltött. Akkor felgyújtjuk szépen. Elvileg fel lehet őket gyújtani. Na mindegy. Szóval, miért pont Bobcat? Ez az ő autója. Elvileg ez az ő autója a sorozatgyilkosnak. És ide eltemette ezeket a hullazsákokat, elhozta idáig ezeket a hullazsákokat, amit elkezdte, hogy a Diablo mellben lehet találni itt ebben a lyukban. Szoktak néha fura dolgokat mondani. Jó. Oké. Okay. Ja, nem az. Szóval ebben a lyukban van a első áldozatainak a hullazsákja. És a elvéletileg fel lehet őket gyújtani, csak most mit csinálom. Mizé? Nem az. Szóval fel lehet őket gyújtani. Lehet, hogy benzinnel locsolta őket a ezeket a hullazsákokat is elhozta ide, és továbbra is gyilkol. Akkor tekintsük meg a negyedik helyszínt, ahol a gejzír van. Mondjuk nem vágom ki, mert mindjárt itt vagyunk a gejzírnél, ahol hát nem minden mítoszvadász volt itt, de én megtaláltam. Na, akkor keressük is meg. Elméletileg itt szokott lenni. Majd bevágom a videót a képet, ahol találkoztam vele amúgy az másikkal. Lehet, hogy most nincs itt. Na, várjatok. Kipróbálok valamit. Teszek itt egy nagy kört, és megyünk vissza. De jövünk vissza a gejzírhez. Hát itt nincs. Pedig találkoztam itt egyszer vele. Úgy emlékszem. Le tudtam fotózni gyorsan, amíg el nem ment. Na mindegy, akkor menjünk vissza az utolsó helyszínhez, a fogadóhoz. Az nincs is messze. Itt van mindig kijelölve. És tudok figyelni. Jaj! Ez mekkora lett volna már. Na hát akkor meg is érkeztünk. Bankán. Tiba. Pillanat, mindjárt jövök. Na. Szóval meg is érkeztünk a UFO étteremhez. Jó, ez nem a UFO-s mítosz, hanem ez a serial killeres mítosz. Na. Elvéletileg menjünk egy kört. Jó, nem most szokott itt lenni, de valamikor itt szokott lenni. De mennyien voltok itt? Mindegy. Szóval itt szokott lenni még a sorozatgyilkos. Igen, itt szokott lenni a sorozatgyilkos, de most egy kicsit várunk, jó? Elvéletileg itt szokott lenni. Na, nem tudok játszani egy kicsit sem. Na, mindegy, akkor csak szokott. Várjatok, vágok egyet, mert szerintem nincs meg. Hát, tovább géri, keresgés után nem találtam meg a serial killert. Na mindegy, akkor ez a mítosz
cáfolva, úgy értve, mert igaz. Na, hát akkor bevágom a gyert pillanat. Nem sokkal később megtaláltam a fotót, amit egyszer készítettem a Serial Killerről, a Geyserről, ahol a Geysernél volt. Úgyhogy ez az én fotóm.